Köszöntöm a Zemplén Televízió nézőit és megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm stúdiónkban dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter urat. Jó estét kívánok, miniszter úr! Kezét csókolom, jó estét kívánok! Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtam meghívásunkat ma erre beszélgetésre, hiszen úgy gondolom, hogy Borsodabolcs Zemplén megye és az ország tekintetében is van miről beszélnünk 2021-ben. De még mielőtt erre az esztendőre rátérnénk, nyilván megkerülhetetlen kérdés az, hogy a tavalyi esztendőt a koronavírus határozta meg. A Magyar Honvédség hogyan, milyen módon tudott ebben részt venni, elégedett-e miniszter úr a honvédség teljesítményével? Nagyon szépen köszönöm ezt a kérdést. Hát valóban a 2020-as évet az egyéb katonai feladatok ellátása mellett, mert azt végezték a katonáink, igen, a koronavírus járvány határozta meg, és első perctől kezdve a katonák felkészültségére, munkájukra, segítségükre szükség volt. Mi elsősorban a rendőri erők munkáját kezdtük el segíteni, majd ezt kiterjesztettük a létfontosságú üzemek működésének, fenntartásának a támogatásával. Nyilván katonáink ott voltak rögtön, ahol fertőtleníteni kellett, az elsősorban az idős otthonokat, és hát ott voltak a határzárási feladatoknál, ott voltak az úgynevezett humanitárius koridoroknak a biztosításánál, és hát mindezek mellett azért a déli határszakasz őrzését, védelmét is ellátták a katonáink, amit már 2015 óta folyamatosan végeztek. Én azt tudom mondani, hogy mind a mai napig, most is napjainkban közel 4000 katonánk vesz részt különböző területeken, különböző feladatokban, a vírushelyzet okozta, mondjam úgy, hogy nehézségek kezelésében. Én azt tudom mondani, hogy a katonái nagyon becsületesen, tisztességesen dolgoznak, helytállnak. Köszönet nekik, köszönet a családjuknak, hiszen a családi támogatás a háttér nélkül nagyon nehéz egy ilyen feladatot ellátni, mint amit a napokban is én érzékeltem, hogy megkérdeztem a katonákat, hogy és akkor hol töltötték a karácsonyt, hol töltötték az új évet. És hát 80%-uk azt mondta, hogy szolgálatban, vagy itt, vagy az ország déli határa mentén, vagy járőr feladatban, vagy egyéb máshol. Tehát én köszönettel és elismeréssel adózom mind a katonáknak, mind a hozzátartozóknak, akik segítik őket, támogatják őket munkájukban. Miniszter úr, közelebb került a Magyar Honvédség az állampolgárokhoz sajnos egy ilyen ok folytán is? Én azt érzékelem, hogy igen. Tehát a honvédség az mindig egy ilyen ködös területnek minősült, hogy tele van titokkal, és semmit nem lehet róluk megtudni, meg bezártsággal, hogy vajon mit csinálhatnak, vajon mivel foglalkozhatnak. Hát ezek a titkok természetesen megmaradtak, de azért a katonák megjelentek a társadalom minden területén, és talán érzékelik azt a lakosok, az állampolgárok, hogy jó szándékkal, segítőkészséggel állnak minden egyes feladathoz. És bizony a honvédségnek többek között ez a feladata. Tehát nem csak az, hogy a katona, ugye ő arra van kiképezve, hogy harci feladatokban vegyen részt, a katona, ő nagyon széles felkészültségű, széles területen alkalmazható képességekkel kell, hogy bírjon. Nem akarom én itt most említeni különösebben a békefenntartói feladatainkat, de hát ott is ott vannak a katonáink a különböző újjáépítési feladatokban, tehát nem csak műveleti, harci feladatokban, hanem az újjáépítésben is, mint Afganisztánban is volt külön ilyen feladat, hogy egy tartománynak a újjáépítését kellett megszervezni, a kútforrástól kezdve az orvosi rendelő felépítésén át, az oktatás bevezetésén, tehát ezt nem nagyon ismerik az állampolgárok. Most pedig lehetett látni azt, hogy ott vannak, segítenek, lehet rájuk számítani, fordulhatnak hozzájuk, és hát az a téves felfogás, hogy
mert ilyen felvetések is voltak, vagy felütések is voltak, hogy hú, a katona megjelent a közterületeken fegyverrel a kezében, persze, hogy fegyver, hát az az ő felszerelése, hát mi mással jelenne meg, hát az saját felszerelésével, hiszen egy ilyen feladatot, igen, neki fegyverrel kell ellátnia. Nem azért, hogy másban kárt tegyen, hanem elsősorban önvédelmi jelleggel. És amikor egy rendőr mellett ott halad a katona, akkor egyrészt a rendőr társáért is felel. Tehát aki volt katona, ő pontosan tudja, hogy ez miért van így, de én azt tudom mondani, hogy a társadalom részéről sokkal inkább pozitív visszajelzések érkeznek, és én ennek rendkívül örülök. Példaként lehet ma állítani a fiatalok elé egy hivatásos állományban lévő katonát? Én azt szeretném, ha példaképek lennének. Tehát én mindig azt mondom, én hosszú éveken keresztül katona voltam. 43 éven keresztül szolgáltam katonaként. Én mindig azt mondtam, hogy egy vezető, egy katona vezető, egy parancsnok legyen szigorú. Nagyon szigorú. Legyen követelménytámasztó. Legyen következetes, példamutató és emberséges. Mindig csak ez az öt ismérv az, amit én 43 éven keresztül kértem. És ha mindezt meg tudjuk valósítani, akkor példakép lesz. Azért lesz példakép, mert lehet látni, hogy rá bármikor lehet számítani. Lehet látni, hogy minden olyan dologhoz ért, amire ő ki lett jelölve, amire fel lett készítve. És egy dolgot azért nem szabad elfelejteni. Miért legyen példakép? Mert ő azt mondja, hogy a hazáért. Ezért az országért, ezért a nemzetért, ezért a hazáért. És az esküjében ott van, hogy mindezt, akár az élete feláldozásával is. Hát én úgy gondolom, hogy akik ezeknek a követelményeknek megfelelnek, ők lehetnek, sőt, legyenek példaképek az országban. Nem véletlenül kérdeztem ezt, miniszter úr, hiszen lassan a pályaválasztás időszakát éljük, és hát a fiataloknak van, akinek határozott terve van a jövőjét illetően, és van, akinek nem. Ebben a honvédségnek, a magyar honvédségnek milyen szerepe kell, hogy legyen, főként mondjuk egy iránymutatásban, milyen lehetőségei vannak a fiataloknak? Rendkívül fontos kérdés, amit ön említett, és elnézést, hogy ezt mondok, de mindig a jövőre kell tekinteni. Mában élünk, de a jövőt kell építeni, előre kell tekinteni, gondoskodnunk kell a gyermekeinkről, az unokáinkról, gondoskodni kell a társadalomban az előrehaladás lehetőségéről, és a fiatalok kezébe kell mindezt tenni. És bizony én azt mondom, hogy ebben a honvédség nagyon sokat tud segíteni. Nagyon sokat. Nem véletlenül indítottunk el egy úgynevezett honvédelmi haderőfejlesztési programot, amely két részre oszlik. A honvédelmi, amely magáról az emberről, a katonáról, a katonát körülvevő minden egyes, legyen társadalmi kérdés, legyen oktatás, legyen nevelés, legyen akár mondjam azt, hogy az önkéntes katonai szolgálatra való motiváció. Mindez a katonáról kell, hogy szóljon. A katonának pedig legyen egy életpálya. És amikor én arról beszélek, hogy a fiatalok pályára irányítása, akkor rendkívül fontos az, hogy egy fiatal mielőtt dönt, lásson maga előtt egy pályaképet, egy pályaévet, hogy mit, miért is akarok én elsajátítani, milyen tudásra szeretnék én szert tenni. Ha én szert teszek erre a tudásra, hogyan tudom azt az életemben kamatoztatni? És nem hiszem, hogy kevés olyan fiatal vagy szülő lenne, aki azt mondja, mindegy, csak helyezkedj el valahol, azt jó, nem, hanem mindenki azt mondja, hogy na ide figyelj, kisfiam vagy kislányom, na mit szeretnél? Jó, de az mit hoz neked a jövőben? Tehát ez az a pályakép, ez a felépítés, hogy tudom, hogy mit, miért teszek, és mire számíthatok. És ebben a honvédség, ebben a pályaképben, amit mi felépítettünk, ebben benne van, elnézést a kifejezésért, de ennek van egy előkészítő szakasza, ez az a kadétrendszer, a pályára irányítás, a fiataloknak a megfelelő katonai pályára történő felkészítése. Van egy aktív szakasz, amikor a katona, mint
kiképzett, mint felkészült katona szolgálja ezt az országot, és hát van egy nyugállományú időszak, de a katonai életpálya az egy életre szól, úgy, mint az eskü is. És a belépéstől, elnézést kérek, a végtisztesség megadásáig kell felvázolni egy életutat a katonának. És mi ezen dolgozunk. És ez rendkívül fontos egy pályaválasztásnál, hogy na miért akarom én azt megtanulni, miért azt tanuljam meg. És mi ebben azt követjük, hogy ott vagyunk az iskolákban, ahogy említettem, kadétprogramokat indítunk középiskolákban, felsőfokú végzettségek megszerzésénél, ahol egyrészt azt mondjuk a fiataloknak, hogy nézzétek, Magyarország történelme erről szól. Tehát Magyarország történelmét is bemutatjuk. Bemutatjuk a hazát. Mit is jelent az a haza? Mit kell, hogy jelentsen egy embernek a haza? Mit jelent a haza iránti hűség és elkötelezettség? A lojalitás. Mert mind ez, ha én ezzel rendelkezem, akkor én a katonai pályára alkalmassá válhatok. Utána rengeteget kell tanulni, utána rengeteg sok-sok lemondással járó küldetésről kell nekem majd tanúbizonyságot tenni. Olyan család kell, hogy körbevegyen engem, aki ebben segít, támogat, mellettem áll, és akkor azt mondhatom, hogy na ez a pályaválasztás, ez meghozta a gyümölcsét, mert valami ilyesmire számította. És a társadalom pedig ezt a szolgálatot elismeri, mert a társadalomért dolgozó. És hát kell ettől szebb. Megvan most minden adottság ahhoz, hogy egy fiatal valóban bejárhassa ezt az életpályát, hiszen miniszter úr a korábbi nyilatkozataiban arra is hivatkozott, hogy fejlődés alatt van a Magyar Honvédség minden tekintetben. Én úgy gondolom, hogy megvan a lehetőség. Megvan a lehetősége, de ehhez kell egy kitartó, áldozatos munka, nagy-nagy akaraterő, elszántság, egy jó értelemben vett makacság, tehát, hogy nem adom fel, és akkor sem adom fel, mert én nekem van egy célkitűzésem. Megvan. Különösen most, amikor a Magyar Honvédségnél megy ez a honvédelmi haderőfejlesztési program is, és tényleg a 21. század Magyar Honvédségét építjük. Olyan technikai eszközöket vásárolunk, szerzünk be, állítunk hadrendbe, ami a legkorszerűbb, ami a legmodernebb. Ma mondta nekem egy polgármester úr, a látogatás folyamán, hogy ez nem igaz. Tényleg igaz az, amit a katonáktól hall, hogy például az a harckocsi, vagy az a harcjármű, amit mi megvásárolunk, az tulajdonképpen egy számítógépes rendszer, csak páncélzattal körbe van véve. Tehát ez valóban a 21. század technikájáról szól, és hagyj éljek a saját példámmal. Ha már pályaválasztásról beszélek. Én szakmunkás tanulóként kezdtem az életemet. Én szakmunkás tanuló voltam. A technikai eszközök iránti vonzalom volt az, amely engem szakmunkássá, mondjam úgy, hogy irányított, vagy erre a pályára irányított. És azért 1973-ban akkor fejeztem be, vagy végeztem el, tettem le a szakmunkás, szereztem meg a szakmunkás bizonyítványt, és azt mondtam, hogy hát a legkorszerűbb, a legmodernebb technika, ami iránt én bennem van valami vonzalom, az a magyar néphadseregben van. Hiszen a rakéta technika a 70-es években az volt a legkorszerűbb, legmodernebb, és akkor eldöntöttem, hogy elhelyezkedek, dolgozok, Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóságnál dolgoztam, és akkor eldöntöttem, hogy a munka mellett megszerzem az érettségit, és én megyek katonai főiskolára, mert a legkorszerűbb technikával ott fogok találkozni. Na most, amikor én a 21. század eszközeiről beszélek, akkor igen, ott a lehetőség. A másik nagy lehetőség, hogy ez a honvédség ebben a, amikor azt mondtam, hogy a katona van a középpontban, rendkívül nagy figyelmet fordít arra, hogy aki
szeretne, aki akar, akinek ehhez megvan a felkészültsége, a képessége, képezhesse magát, hogy tanulhasson. Nagyon komoly összegeket fordítunk arra, hogy lehetőleg a legjobbakat, elnézéskek, lehetőleg a legjobbakat vegyük fel, de a legjobbakból még azon a szakterületen kovácsoljunk tökéletes szakembereket, a legjobbakat. És ehhez mind az ösztöndíjrendszertől, mind amikor már katona az illető, akkor a továbbképzések rendszerében, a nyelvoktatásban, én biztos vagyok abban, hogy a Magyar Honvédség élen jár. Miniszter úr az előbb említette egy nagyon fontos momentumot, hogy szükség van egy támogató családra. Igen. Mennyiben tudja a Magyar Honvédség támogatni azokat a családokat, ahol hivatásos állományú családtag van? Nagyon nagy figyelmet fordítunk arra, mi mindig azt mondjuk, hogy a katonák, önmaguk a katonák egy nagy családba tartoznak. Ez a katonák nagy családja, de a katonának is van egy közvetlen családja. Felesége, férje, gyerekek és így tovább, szülei, mert a szülőkről nem szabad elfeledkezni. És mi olyan támogatási rendszert építettünk ki ebben a haderőfejlesztési programban, amely középpontba állítva a katonát és a családját, mind anyagilag és mindenféle más szempontból a katona családokat próbálja segíteni és támogatni. Talán kezdeném a legrosszabbal. A Magyar Honvédségnek sajnos nagyon sok árva gyereke van. Árva. Mert vagy az édesapa, vagy az édesanyja meghalt szolgálat teljesítés közben. Több mint 400 ilyen gyerekünk van. Hát az ő felkarolásuk, megsegítésük is rendkívül fontos. Borsodabaú Zemplén megyében is vannak árva gyermekeink, akikre oda kell figyelnünk és gondoskodnunk kell. De ez egy teljesen természetes kötelezettsége a Magyar Honvédségnek. Ugyanakkor hogyan lehet segíteni és támogatni a családokat? Hát azt mondjuk, hogy nem csak fizetéssel, mert a fizetés az rendkívül fontos és meghatározó, de a fizetésen túl nagyon fontos az is, hogy milyen lakhatást biztosítunk a katonának. Hogyan tudjuk ezt segíteni? És kezdeném ott, hogy albérleti hozzájárulás, lakhatási támogatás, gyereknevelési támogatás, gyerek születése esetén való pénztámogatás, vagy éppenséggel, ha az ösztöndíj programban elindulnak a fiatalok, akkor az ő támogatásuk, segítésük is. Ez mind-mind egy olyan komplex program, amely... Nem akarok vele dicsekedni, de tessék nekem elhinni, hogy nagyon-nagyon kevés olyan foglalkoztató van, aki ilyen széles skálán próbálja az alkalmazottait vagy a munkavállalóit segíteni. Most 2021-ben nyilván nem azt mondjuk, hogy fizetésemelés kell a katonának, amikor nagyon sok magyar állampolgárnak gondjai lettek, mert a munkahelyét elveszítette, mert a munkahely megszűnt, mert bezárt tavaly a járványhelyzetbe, de viszont akkor is oda kell figyelnünk, és a gyereknevelési támogatás, amely eddig 30 ezer forint volt, 50 ezer forintra növeltük. Teljesen összhangban a kormány családügyi politikájával próbáljuk őket segíteni. Vagy ott van a gyerekszületés esetén, ami nem tudom, eddig 70 vagy 100 ezer forint volt, azt most 200 ezer forintra növeltük. Vagy éppenséggel már gyereket nevelő családoknál, családtámogatási formában havonta mintegy 25-35 ezer forinttal növeltük a családtámogatási rendszert. És hát nem beszélve arról, hogy a katonáknak azért biztosítjuk azt is, hogy ingyenes szűrővizsgát, egészségügyi szűrővizsgálaton tudjanak részt venni, mert kötelező velük szemben, tehát elvárás, hogy minden évben mind fizikai, mind egészségügyi, pszichés felméréseken vegyenek részt. Ha mi erre kötelezzük őket, akkor adjuk is meg nekik ezt a lehetőséget. Támogatjuk a családokat abban, hogy
kedvezményes, regenerálódó pihenésen vegyenek részt, hiszen egy katona elmegy 6-8 hónapra a családtól, külszolgálatba, elzárva a szeretteitől, tehát tényleg csak a katonák családja marad, és nem az ő kedves szerettei családjaként kell említeni, akkor utána biztos, hogy jól esik egy kicsit úgy félrevonulni. A feleséggel, a gyerekekkel egy kicsit úgy lazítani. Tehát ezeket mind-mind próbáljuk előtérbe helyezni, segíteni és támogatni őket, mert rászolgáltak. Miniszter úr, engedje meg, hogy egy kicsit a saját területünk fele is húzzon a szívünk, hiszen Borsodabolyai-Zemplén megye az elmúlt időszakban, ha jól tudom, a rendvédelemben mindig élen járt, és hát ez vonatkozik a Magyar Honvédségre is olyan tekintetben, hogyha a Miskolci Toborzó Iroda adatai alapján jól tudom, akkor a területvédelmi, önkéntes területvédelmi tartalékos rendszerben is jól állnak. Mennyiben lett ez a Magyar Honvédségnek a segítsége, ez a szolgálati forma? Jól tudja, és gratulálok is a Borsodabolyai-Zemplén megyeieknek, meg köszönet az elhivatottságért. Mert azért egy önkéntes katonai szolgálat az azt jelenti, hogy valakinek van munkahelye, és munka mellett szabad idejébe jön, és katonai szolgálatot lát el. Vagy éppenséggel tanul, felső fokú tanulmányait végz, de amikor szabad idő van, amikor tanításmentes időszak van, akkor eljön katonai feladatokat ellátni. És azt kell mondani, hogy ez valahol azt tükröz, amiről a legelején beszéltem, hogy mit jelent számomra a haza. És mit tudok tenni ezért a hazáért? Az önkéntes katonák általában ebben a gondolatban, ebben a gondolatvilágban élnek, hogy igen, tegyem fel már magamnak azt a kérdést, hogy én elvárom a hazától, hogy segítsen, támogasson, adjon meg nekem minél többet, de én mit tettem a hazáért? És az önkéntes katonák így gondolkodnak, és azért mondtam, hogy köszönet és elismerés Borsodabolyai-Zemplén megyében szolgáltott teljesítőknek, meg mindenütt, akik ezt vállalják, mert ez egy ritka dolog, amikor az emberek plusz kötelezettséget vállalnak, hogy mit jelent ez a Magyar Honvédség számára, és mit jelent ez a társadalom számára. Sokan nem gondolnak bele, de itt van ez a járványhelyzet. Amikor azt mondom, hogy napjainkban közel 4000 katona vesz részt ebben a feladatban, de mellette a katonai feladataikat ellátják itthon és külföldön egyaránt. Igen, de hogy egy ilyen rendkívüli helyzetben ilyen feladatokat el lehessen látni, az nem gazdaságos, ha békében is egy akkora hadsereget tartok fenn, hogy bármi legyen, katona mindig lesz. De az önkéntes katonák bevonásával ez megoldható. Tehát gazdaságosabb az ország számára, gazdaságosabb a szervezetnek a számára, és mégis van megfogható erő. Ráadásul olyan megfogható erő, akinek van elhivatottsága, elkötelezettsége. Tehát ez egy többszörösen, mondjam úgy, hogy hasznos szolgálati forma. Miniszter úr említette, hogy életpályát kínál a Magyar Honvédség, és hát ennek kapcsán még adódik egy fontos kérdés, a veterán program. Miről is szól ez pontosan? Beszéltem arról, hogy van egy felkészítési szakasz. És ebben is nagyon jók a megyebeli fiatalok, de hát ennek van egy történelmi múltja és hagyománya, tehát mondhatom úgy is, hogy nagyon jól haladnak ugyanazon az úton, amit valamikor elődeik megkezdtek, de ez az úgynevezett kadét program, középiskolák, szakképzőcentrumok, főiskolák, egyetemek, és tulajdonképpen a katonai középiskola és kollégium, tehát így épül fel ez a kadétrendszer. Tehát van az aktív szakasz, és van a nyugállományú időszak. A nyugállományúaknál is rengetegen vannak, akik bár nyugállományok, de ők esküjükhöz híven azt mondják, hogy én egy életre kötöttem esküt, vagy tettem esküt a haza iránt, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy segítsék a munkánkat. Hol tud egy nyugállományú segíteni? Hát például a toborzásnál, a pályára irányításnál, a
kommunikációnál, hogy viszik a hírét, elnézést, a kifejezett propagálják, és közvetítik a fiatalok felé és a környezete felé. Vagy éppenséggel a tapasztalatok átadásánál. Hiszen egy tudás az áll az elméleti tudásból, amit elsajátítottam, meg a gyakorlati tapasztalatoknak az összessége adja az én tudásomat és felkészültséget. Tehát ebben is tudnak segíteni. Tudnak segíteni különböző társadalmi rendezvényeken való szereplése. Ha ők továbbra is elhivatottnak és elkötelezettnek tartják magukat a honvédelem ügye iránt, akkor azt mondom, hogy hát ők is tesznek valami pluszt, valami többletet ezért az országért, és a honvédelem ügyéért. Hát akkor vezessünk be programokat a nyugállományok részére, és ez az úgynevezett opsitos és veterán program, amely többletet biztosít majd a nyugállományoknak. Sokan el sem hinnék, hogy a vállalkozási szférában, a nagy üzletláncoknál és egyéb másnál el tudjuk azt érni, mert nem haszonszerzés néznek mögött, hanem azt mondják, hogy ők is a haza iránt elkötelezettek. Igen, én adok kedvezményt az opsitosoknak, akik továbbra is végzik a munkájukat. És ezek a támogatási formák azt is megoldják, hogy érezze a nyugállomány, hogy na, én nem letettem a lantot, és akkor én rám nincs szükség a további. Ez biztos, hogy egy gyötrelmes dolog, hanem rám szükség van. A veterán, amit ön kérdezett, az pedig hát az idő múlásával sajnos ugye hát első világháborús veteránaink már nincsenek, második világháborús veteránok még vannak, de vannak új veteránok. És ez a veterán program rájuk építkezik most már, hiszen műveleti feladatokban, külszolgálatban, műveleti tevékenységben nagyon sok katonánk van, akik ott megsebesültek. Akik már többször, akár 6-szor, 8-szor voltak műveletben, harci feladatban vettek részt. Jönnek vissza és szolgálnak. De ők az új veteránok, akiknek lehet, hogy ki kell válni majd a Magyar Honvédség kötelékéből, mert olyan sebesülést szerzett. De lehet, hogy tovább tudja folytatni, de majd valamikor nyugállományú lesz. És akkor igenis el kell ismerni ezt a plusz munkát. Tehát van opsitos programunk, és van veterán programunk, de mind a kettő a nyugállományú katonákra vonatkozik. És ha már itt tartunk, miniszter úr, még egy fontos kérdés, hogy hagyományőrzés a Magyar Honvédség számára. Erre pontosan Gáva Vencsellőn beszélgettünk, hogy mennyiben fontos az, hogy a Magyar Honvédség az ősök értékeit tovább vigye. Én úgy gondolom, hogy elengedhetetlenül fontos. A hagyományőrzés az egyrészt feleleveníti a múltat. Annak mondjam úgy, hogy értékeit tárja elénk. És bizony ennek az országnak, őseinknek, elődeinknek hatalmas értékeket köszönhetünk. Hiszen mindig azt mondjuk, hogy nekünk vannak szeretteink. Van egy országunk, és van ennek az országnak egy értékrendje. Ezt védenünk kell. És a Magyar Honvédségnek ez a feladata, egyik legfontosabb feladata, hogy mindezt megvédjük. De gondoljunk bele, hogy elődeink, őseink az elmúlt több mint 1000 év alatt milyen áldozatot hoztak ezért az országért, ezért a nemzetért. És igenis erre emlékezni kell, emlékeztetni kell a mai élő nemzedékét, és ezt fent kell tartani. És a hagyományőrzők ezekben a feladatokban elhivatottak, elkötelezettek, és segítik munkánkat. A fiataljainknak meg kell ismerni Magyarország történelmét, meg kell ismerni elődeink helytállását. Minek köszönhető az, hogy itt a Kárpát-medencében a magyarság
fennmaradhatott, hogy Magyarország létezik, és van jövője. És nekünk, ahogy említettem, a jövőt kell építeni, ehhez pedig szükség van a most élő nemzedékben mindenkire, akik lerakták az alapjait napjainknak, akik ezt építik, és akik majd a jövőben ezt tovább viszik. Miniszter úr, ebben az esztendőben mi lesz a jövőépítés legfontosabb mérföldköve? Mi a legnagyobb kihívás a Magyar Honvédségnél? Hát én azt szeretném, ha ez a Magyar Honvédség jelentős mértékben hozzá tudna járulni ennek a pandémiás helyzetnek a felszámoláshoz. Ez a legközelebbi célunk, hogy itt mindent tegyünk meg annak érdekében, és ha kérhetem a televízió nézőit, hogy ebben igenis össze kell fogni. Jelenleg ez ellen a vírus ellen, ebben a küzdelemben egyetlen egy fegyver van a kezünkben. Ez pedig a vakcina. Hogy oltassuk be magunkat. Oltassuk be magunkat, mint minden más időszakban korábban a járványok ellen is ez segített. Vagy napjainkban, amikor minden évben jön az influenza időszak, hány ember megy és oltatja be magát. Ez rosszabb, mint az influenza. Ha nem állunk oda, nem oltatjuk be magunkat, akkor tulajdonképpen azt mondjuk, hogy nem akarom eldramatizálni. Az életünkről mondunk le. Hát mi a fontosabb? Hát nyilván a saját életem, a családom élete, a szüleim, a gyermekeim, a szeretteimnek az élete. Tehát mi most ebben veszünk részt tevőlegesen. Azért vagyunk ott a kórházakban a katonák, és hogy segítsük az egészségügyi dolgozóknak a munkáját. És természetesen a következő fontos lépés ez a honvédelmi haderőfejlesztési programnak a folytatása, mert még csak a kezdeteknél tartunk. Nagyon sok mindent már megvásároltunk, de még nincs minden az országban, még nem tudtunk mindent hadrendbe állítani. Mi 2030-ra és 32-re tervezünk most már, és bizony addig még sok mindent meg kell oldanunk. Tehát ebben az évben ezt a feladatot kell folytatni, és hát továbbra is azt mondom, hogy a középpontban az embert, a katonát kell tartani. És ez minden évben fontos és kiemelt feladat. Aztán van egy dolog, hogy majd meglátjuk, hogy a pandémiás, tehát ez a járványhelyzet hogy alakul. Már tavaly elkezdtük tervezni, hogy nyáron Kecskeméten megtartanánk a repülőnapot, és nagyon bízom benne, hogy addigra sikerül ezt a járványhelyzetet felszámolni, és valóban meg tudunk ott jelenni Kecskeméten, és nem csak a repülőkkel, de azokkal a szárazföldi eszközökkel is, amelyet a Magyar Honvédség beszerzett, és azt tudjuk mondani az adófizetőknek, hogy na tessék, itt van, ezeket vásároltuk ezért a céllal, és higgyék el nekünk, hogy ez az ország békéjét és biztonságát szolgálja. Azt mondhatom, miniszter úr, hogy ebből a térségből biztos, hogy nagyon sokan várják a kecskeméti repülőnapot, hiszen ezrek vándorolnak ilyenkor Kecskemétre. Miniszter úr, én nagyon szépen köszönöm a türelmét, és hogy válaszolt kérdésünkre, és természetesen nagyon szívesen látjuk az elkövetkezendő időszakban is, hiszen a honvédségnél mindig van miről beszélni. Én köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhettem erről. Köszönöm szépen. Miniszter úr, köszönöm szépen, nézőinknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet, tartsanak továbbra is az Amplin televízióval, viszontlátásra!